A Svetozár Marković Kulturális Egyesület 1945-ben alakult Szerbiában, Újvidéken, ma pedig az egyik legrégebbi és legelismertebb kulturális egyesület Szerbiában. Céljuk, legfontosabb feladatuk a Szerbiában élő szerbek és más nemzetiségi csoportok kulturális örökségének, zenének, daloknak, táncoknak és szokásoknak a megőrzése. Tevékenységüket több tagozatban működtetik az egyesületen belül. Léteznek népzenei csoportok, zenekar, tamburazenekar, jazzzenekar, kórus, dráma tagozat és még számtalan más tagozat, erről is később beszélek majd. 72 éves az egyesület. Fennállásuk alatt számos hazai és nemzetközi világfesztiválon léptek már fel, Európában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Afrikában. Sok neves profi táncos a pályafutásának első lépéseit ebben a csoportban tette meg. Ma a KUD Svetozár Markovicsnak több mint, most figyeljenek, 400 tagja van, minden korosztály megtalálható, az óvodásoktól a diákokon át egészen a nyugdíjas korosztályig, a felnőtt korosztályig, tehát az elkövetkezendő percekben a színpad Szerbiáé. Yeah.
Thank you.
Thank you.